A hazaiaknak a harmadik hely megtartása, a miskolciaknak pedig a nyolc közé kerülés miatt volt fontos a mérkőzés. Az első negyed a vendégeknek sikerült jobban, 7 pont előnyre tettek szert a ritmus nem nagyon találó Cápákkal szemben. A második 10 percben kezdett magára találni a házigazda, de a nagyszünetre még egy pontos MEAFS előnyél vonultak le a csapatok. Fordulás után másfél perc alatt beszólt 8 pontot a Blue Sharks, és ezzel meg is változott a játékképe. Most már a vendégek futottak az eredmény után, de az olló egyre nyílt a két együttes között. A negyedik negyed derekán már 20 pont fölé kúszott a különbség. A végén valamit kozmetikáztak az eredményen a miskolciak, Siska János csapatának győzelme azonban nem forgott veszélyben. Az első fél időben nagyon rossz ritmusban játszottunk, az erőszakos védekezés ellen nem tudtuk, hogy hogy kell támadni, meg a zóna védekezés ellen. Aztán fél időben megbeszéltük, és a harmadik negyedben ugye beleerősítünk mi is a védekezésben, és el tudtunk menni 10-12 ponttal. A negyedik negyedben ott még többel el tudtunk menni, aztán úgy gondolták a fiúk, hogy ez elég. Aztán a vége szoros lett, de örülök, hogy nyertünk. A fiatal Sitku Márton 27 percet játszva 16 ponttal járult hozzá a kékcápák sikeréhez. Mindenképpen kötelező győzelem volt nekünk, hogy a harmadik helyünket meg tudjuk tartani a tabellán. A meccsről szólva az első fél időt sajnos gyengében kezdtük, viszont a harmadik negyedben volt egy jó fellángolásunk. Igazából megtaláltuk a helyzeteket, jó voltak elosztva a külső és a belső helyzetek, sok betörésünk volt, és abból jöttek a helyzetek. A miskolciak edzője, a játékosként korábban Nyíregyházán is szereplő Valke Károly szerint akár meglepetést is szerezhetett volna a csapata. Nem szégyen egy jó csapattól kikapni, de volt győzelmi esélyünk is. Annak ellenére, hogy egy nagy differencia alakult ki a harmadik negyed közepétől, saját magunknak köszönhetjük ezt a létrejöttét. Nagyon rosszul kezdtük a harmadik negyedet, ott egy pontos előnyünk után kaptunk zsinórba 10-12 pontot, ráadásul olyan kosarakból, amik egy gyors rossz visszarendeződésből történtek. Utána nagyon nehéz volt stabilizálni magunkat, de valamennyire a végjátékra visszajöttünk, sajnos az idő hiányában azonban nem tudtunk fordítani. Jellemző volt ránk egész szezonban az a rapszódikus teljesítmény a mérkőzések közben. Hátrányban voltunk végig a fiatal poszton, amíg egy Sitku, Mokánszki, Fazekas Csabi hármas gyakorlatilag stabilan tudta játszani a maga pozícióját, sajnos a mi fiataljaink még nem érettek erre. A forduló további eredményei a következők: PVSK Vásárhelyi Kosársuli 87-77, Bonyhád Győr 68-63, Békés Tehetséges Fiatalok 63-75, MTK Török Bálint Nagykőrös 68-72, Veszprém Oroszlány 88-87 és Budapesti Honvéd Vasas Akadémia 66-74. A tabella élén az Oroszlány áll 20 győzelemmel és 5 vereséggel, megelőzve a 19-6-os mutatóval rendelkező Veszprémet. A harmadik Nyíregyház a Blue Sharks 17 győzelem mellett 8-szor szenvedett vereséget, csak úgy, mint a negyedik tehetséges fiatalok. A kékcápák az alapszakasz záró fordulójában szombaton a Vasast fogadják.